Sziasztok, sárszkodat felányok, üdvözlök nekik! Én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb Sims 4-jel kapcsolatos videóban. Biztos már ti is nagyon unjátok a játékból ezeket az alapvető ruhákat, cipőket, biztos ti is gondoltatok már arra, hogy esetleg töltötök le, vagy szereztek be esetleg ilyen modokat, meg ilyesmiket, de sokan nem tudjátok, hogy ezeket hogyan kell letölteni, én is nemrég tudtam meg. Gondoltam, csinálok róla egy videót, hogy fel tudjátok kicsit dobni a játékot, de az fontos tudni, hogy itt nem csak ruhákat, kinézeteket, meg házakat lehet letölteni. Vannak mindenféle modok, vannak 18 pluszos modok, mindenféle mód, 18 pluszos mod értem szerint nem fogom megmutatni és nem fogom lerakni a lejjel. De akkor vágjunk is bele, ugye én általában legalábbis nekem így mutatták, egyébként bárhol lát tudok keresni. Én Pinteresten szoktam, ide szépen ugye feljöttök, és bejártak a Sims 4, és mit tudom én, beírjátok, hogy shoes. És így szépen kerestek cipőt, ami nektek tetszik. Értelemszerűen nem mindegyiknél lesz sajnálatos módon link. Tehát itt van nekünk a Retro Air Jordan Sneaker. Szépen rákatintunk itt magára a szövegre. Tehát irányít minket egy oldalra. Itt ugye mindig különböző oldalakra fog átirányítani, mert ők nézve, hogy hogy néz ki maga a cipő, ugye ebből valószínűleg kettő szín változat van, hogy látom, 6 darab színű változat van belőle. Itt azt hiszem pont nincs letöltési link egyébként. Szóval... Nem működik. Hát ez fasza. Tölteni? Itt van. Feljöttek ugye ezekre a linkekre, mert egy csomó nem fog működni, meg egy csomónak már nem lesz jó linkje. Váltogatni kell, válogatni kell, hogy mi van. Ez például pont egy letölthető, de az sem biztos, hogy működik, tehát ezt nektek kell úgymond kitapasztalni. Szépen rámenjünk arra, hogy downloadni. Hála a jó Istennek, nektek meg van várva a videó. És annyit láttak, hogy keresek, aztán hopp találtam, viszont már olyan régóta keresek, hogy már ilyen össze van innyomva a lában, hogy nézesz ki. Ja, de ez meg az az oldal, ahol meg nincsen izé rekommendív. Na itt van, tehát szépen letöltögetjük, vigyázz letöltés gombban. De ezt innen megedni, megnyitni? Akkor így. Download now. Download now. Akkor nem download now, akkor nem töltöm le most. Érted? Egész eddig tök fazán letöltöttem ezeket a szarokat. Most, hogy videót veszek be, az meg egyszer nem akarja beadni egyszer rendesen. Semmi baj. Összerakunk egy szettet, az meg hatodik, ha szakad, berakunk egy cipőt, egy felsőt, egy nadrágot, meg minden fiszok faszomat. Hát csak azt kell megtenni, hogy a játékból kell átöltözni, mert arról viszont halványlag őzően is megmondom a frankót. Meg azt sem tudom, hogy most női vagy férfi cipő. Relatíve remélem, hogy mind a kettőre. Na, nem kell megijedni, ilyenkor egy ilyen fight fogtok kapni. Megnyitjátok ugye mappába, ugye nekem angol maga ilyen package fight-ba fogjátok megkapni. Nem kell megijedni, ez ilyen. Viszont itt több dolgot is le kellett tölteni, úgyhogy mindegyiket letöltöm a biztos működés miatt. Úgyhogy itt mindegyiket le fogjuk tölteni, ugye recommended. Ugye letöltöttük az elsőt, yes female. És letöltjük a másodikat, illetve letöltjük az utolsót, és akkor ha minden igaz, ha jól értelmezem, akkor ez jelenleg női férfi, tehát külön kell letölteni. Ja, értem. Tehát az oldalon nem tudsz korlátlanul letölteni. Na mindegy, letöltöttük ezt, megnézzük, hogy be lett-e rakva a játékba, rámegyünk szépen, nyitjátok a saját gépet, tehát a kis mappaikont a gépeteken. És itt rámentek arra, hogy dokumentumok, akinek angol értelem szerint documents, ez Windows 11 is ugyanott van, tehát itt a documents-et kell megkeresni. Ezen belül meg kell keresni az Electronic Arts-ot. Nyugodom, nekem több Sims 4-en van, tehát ez azon is működik. Rámentek a The Sims 4 feliratra, itt pedig bementek a mods mappába, és nemes egyszerűséggel fogjátok, és behúzzátok ezt a fájlt. És ennyi. Tehát itt ennyi történt, Sims 4, keresünk egy másik oldalt, mert ez egy kalapszar. Egyébként még az fontos megjegyezni,
hogyha házat akartok letölteni, az be kell rakni a mods mappába, tehát letöltötök egy házat, az összes fájlt berakjátok a mods mappába, és még belé a trébe, szerintem. Ja, a trébe kell. Itt van a ház, amit beraktam. Tehát a trébe is berakjátok az összes fájlt, illetve a modsba, és akkor bent lesz a ház, le tudjátok onnantól ezzel rakni. És akkor lépjünk is be a Simsbe, és nézzük meg, hogy sikerült-e berakunk a cipőt. Most nem fog belépni a játékba, és keresni egy szekrény meg ilyeneket, hanem csinálok egy új karaktert, és ott megnézzük a cipőknél, hogy jelen van-e. Ha akartok, akkor csinálok róla egy újabb videót is, vagy hogy kell letölteni, de egyébként ugyanúgy, mint régebben. És itt látjátok, letöltöttek a, vannak a modok, hogyha beléptek, ez ki is fogja egyébként adni, és ott is van Oranos TSR Retro Air Jordan. Nem kell zene. Szóval kiírta a modoknál, láttátok, ti is ott volt, hogy Jordan. És akkor ugye új játék. Igen, nem köszönöm. És akkor kezdhetjük is cipővel. Rámentek a cipőre. Itt rámentek erre a kis nyíl, ezt be is szeretitek. Rámentek erre a kis nyílikorra. Rámentek arra, hogy tartalom. És bepipáljátok, hogy egyedi tartalom, ugye custom contentet fogja angolul írni nektek, hogyha nem magyar a játék. És ott is van a Jordan, amiből, mint az látható, nem pont ilyen nem van egyébként, több szín változat itt van. Tehát sikeresen beraktuk ezt a Jordan cipőt, úgyhogy ez tök faszául működik. Egyébként mutatok nektek még ilyen egyedi cuccokat. Például nekem férfi karakterre van Yeezy. Rámegyek a cipőkre, bepipálom ugye a custom contentet, a tartalomra az egyedi tartalmat, és látjátok, nekem ott van a Yeezy cipő, ugye ebből is van ugye több fajta, van a piros, a zöld, mindenféle ilyen sumó, úgyhogy így tudtok berakni, és a mods mappába kell egyedül berakni, van amelyik nem működik, sokat fogtok szívni a keresésével, viszont tényleg így kicsit fel tudjátok dobni vele a Sims-es dolgokat. Látjátok, nekem például már vannak berakva mindenféle ilyen nagyon fasza ilyen felsők, meg minden. Ugye ebből is több fasza színek vannak. Van ilyen is. Ez ugye főként női ruha. Tehát ezt inkább női karakteren érdemes, hogy értelmesen használni. Például van nekem azt hiszem nadrág is berakva. Ja, van berak a nadrág is, tehát hogy mindenki megtalálja itt a magának megfelelő nadrágot, meg ruhát, meg Yeezyt, meg a faszom tudja mit. Úgyhogy a srácok, ennek ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok le kommentbe, segítek, vagy gyertek rá a Discord szerveremre, és szívesen segítek bárkinek. Dobjatok egy lájkot, ha kíváncsiak vagytok, hogy esetleg még mivel lehet feldobni a játékot, vagy hogyan kell lemagyarosítani újból, szívesen csinálok róla videót. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!